Szép napot, sziasztok! M3 Autópark, egy Skoda Octavia kormánya itt előttem. Velem van zoknifej Peti, 2 darab eredeti kulcsot hozott magával. Petikém, köszönöm szépen! Nézzük, hogy indul az autó. Elsősorban ez lenne fontos. 2.24.499-es órálásunk van. Látható, hogy ha beindítom, akkor az ellenőrző kontrollámpák kialszanak. Tökéletesen üzemel a kis járgányunkban a Moci 1.6 benzines, ugye? És ez az 1.6 benzines a 100 lóerős. Vannak elektromos extraink, itt elektromos tükrökablakok, itt balkész fel a tükör, ugye fényszóró magasság állításunk van, kormány oszlop is itt lentről, és ugye ezt a kart, hogyha felhúzok, akkor az üdés lapunk is ugye állíthatóvá válik. Az autónkban van egy Kenwood rádió, eredeti kulcsokat ugye mutattam, 5-ös sebességes váltónk van, és ugye 2 légzsák ugye jobbra-balra. Az ülései szépek, velünk van koncerto is, ő most nem szerepel, a reklám szakmába próbálja magát ki éppen, nem tudom milyen sikerrel, reméljük, hogy talán sikerül neki egy kis pénzhez jutni, amihez majd mi is hozzászólunk, hogy ki legyen ez a sok-sok pénz, amit keres majd vele, hiszen a mi kollégánk is, amit ő keres, az mind a miénké is lehet akár, hiszen a mi barátunk is tulajdonképpen. A kis autónknak 5 darab ajtaja van, ugye egy 1.6-os GLX-i verzió, szép a karosszériája, és hatalmas csomagtere van, ezt már meg is nézegettük a kollégákkal, például itt Feri is éppen kipróbálja, hogy itt akár le is lehetne benne feküdni, ha legalább 150 centi lenne, de ő jóval kisebb ettől, és kényelmesen elfér. Az autó motorháztetejét ugye kinyitottam, itt is meg tudjuk nézegetni, ami esetleg fontos lehet, és meg is tudjuk hallgatni. Fontos az, hogy szép, tiszta, normális tartálya van ennek a kiegyezett a tartálynak, illetve egy jó minőségű akkumulátor van benne. Aztán ugye az is látható, hogy nem korodált az autó, minden rendben van vele, 2000-es évjáratú, és az 1.6 SR motor, ami szépen csendesen, normálisan ketyerészik benne. Tulajdonképpen szerintem most már csak azt kéne csinálnom, hogy megpróbálom bezárni ezt a motorháztetőt, és akkor megmutatom még így szemből is a kis autót. Gyertek be hozzánk, itt a szerkezetet meg tudjuk nézegetni közelebbről, és ki is tudjuk próbálni. Ugye a viszontlátásra, sziasztok!